Jó napot kívánok! Lövöldözés volt a Pécsi Egyetemen, egy ember meghalt és három megsebesült. Egy első éves gyógyszerész hallgató lőtt társaira és egy ott dolgozóra fizika órán, fél egyelőtt néhány perccel. A támadó nem sokkal később feladta magát és a rendőrség elfogta. A híradó a 23 éves fiatalember egyetemi csoporttársaitól úgy tudja, hogy a férfi pszichiátriai kezelés alatt állt és engedéllyel tartott fegyver volt nála. Egyelőre nem tudni, hogy miért lövöldözött. Ide a Pécsi Tudományegyetem biofizikai intézetébe érkezett motorral az egyetemista fiú. Bement az épületbe, ahol első éves gyógyszerész hallgatóknak a csoporttársainak tartottak órát. Ahogy belépett az osztályba, azonnal lövöldözni kezdett. A szomszédban külföldi hallgatók voltak. Az ajtó mellett ültünk, amikor hallottuk a lövéseket. Először azt hittük tűzijáték, de aztán sikításokat hallottunk. Meséli nem sokkal a történtek után az egyikük. A 23 éves fiatalember végigfutott az épületen, ahonnan többen menekülni próbáltak. Hallottam egy hatalmas csattanást, és egy diáklány kifutott. Én megkérdeztem a diáklányt, hogy valami gond van, azt mondta, hogy egy csoporttársamnál fegyver van és lövöldözik. Akkor én elfutottam. A támadó az egyetemi központ kertjén át a 400 ágyas klinikába menekült. Ott a 7. emeletre futott fel, majd bement egy laborba és telefonált. Telefonon feladta magát, és a rendőrség ezt követően fogta el. A támadó átadta a fegyverét is, egy csehgyártmányú Parabellumot. A lövöldözésben egy hallgató meghalt, egy másik életveszélyben van, két súlyos sérült is van. Úgy tudjuk, egyikük a takarítónő, akit a combján lőtt meg a férfi. A diáktársai azt mondják, a fiú pszichiátriai kezelés alatt állt, de volt engedélye a pisztolyra. Az egyetemnél ott van tudós. A fiatalembernek valami önmagával vagy a világgal fennálló konfliktusa indította őt erre a rémséges tetre. Miniszter úr, látja szükségét bármiféle különleges intézkedésnek? Döntött esetleg ott a helyszínen ilyesmiről? Nem. Számomra két fontos tanulság látszik. Az egyik, és ez akkor fogalmazódott meg bennem, amikor azokkal az egyetemistákkal találkoztam, akik csoporttársai voltak ennek a fiatalembernek, akik közül többen meg is sérültek, egyikük életét is vesztette. Nos, ezekkel a fiatal 18-19 éves lányokkal beszélgetve azt éreztem, hogy az egyik tanulság bizonyosan az, hogy kis és nagyobb közösségekben, családban, városban, országban, politikában sokkal több figyelemmel, megértéssel kell egymás felé fordulnunk, sokkal kevesebb indulattal, az erőszakot amennyire csak lehet kerülve, a verbális erőszakot is kellene élni az életünket. Ez biztos segítene ahhoz, hogy mindenki
nagyobb békében lehessen a világban. De persze ennél kicsit földhöz ragadtabb tanulság is van. Nyilván most el kell gondolkoznunk azon, hogy a fegyvertartásra vonatkozó szabályaink, azok elég szigorúak-e? Kellő garanciát nyújtanak-e arra, hogy akinek engedélye van a fegyver a kezében, mert például sportol vele, az azt csak arra a célra használja, amire az engedélye szól, és lelki állapota vagy más ok miatt ne fordíthassa azt senki más ellen. Miniszter, ez most egyelőre egy kérdés, de úgy gondolom a következő napokban erről széles körű vitát kell folytatnunk, és meg kell válaszolnunk ezt a kérdést. Természetesen erről a vitáról is be fogunk majd számolni. Köszönöm szépen, miniszter úr! Ilyen súlyos lövöldözés még nem volt magyar oktatási intézményben, de hasonló eset már történt. 2004. februárjában a Nemzetvédelmi Egyetemen baltával ölte meg örmény társát egy a nyelvi kurzuson résztvevő azerbajdzsáni fiatal. A gyilkost a rendőrök megérkezéséig az egyetem hallgatói csillapították le. Az elmúlt 5 évben több iskolában is volt súlyos verekedés. Tavaly januárban Budapesten egy 8. kerületi középiskolában 2 diák osztálytermi összeszólalkozása torkollott tragédiába, miután az utcán egyikük olyan súlyosan megverte a másikat, hogy ez belehalt a sérüléseibe. Meghalt egy H1N1 vírussal fertőzött asszony a Debreceni Egyetem orvostudományi centrumában. Vasárnap halt meg, de a kórház csak most közölte a hírt. A 66 éves nyíregyházi nő korábban veseátültetésen esett át, ő a 9. új influenzás halott Magyarországon. Közben Debrecenben a Kenézi kórházban bemutatták a holnap nyíló oltópontot. Pénteken országszerte újabb 170 ilyen központ nyílik. Számítások szerint a hétvégére körülbelül 1,5 millió ember lesz beoltva itthon. Tovább nőtt a munkanélküliség Magyarországon augusztus és október között. A statisztikai hivatal adatai szerint a ráta 10,4% volt, ami magasabb, mint a 13 éves csúcsot jelentő július-szeptemberi 10,3%. Az adat az egy évvel korábbit 2,7%-kal haladja meg. Ennél magasabb munkanélküliségi rátát 1996 első negyedévében mért utoljára a KSH, akkor 10,5% volt az állástalanok aránya. A gyalogosokat és a kerékpárosokat védi leginkább az új KRESZ, amelyet tegnap fogadott el a kormány. A közlekedési szabályok 60 ponton változnak, január 1-től vezetik be az új törvényt, az új szabályokat. Lámpa irányítja a forgalmat abban a pécsi kereszteződésben, ahol tavaly a zebrán egy autós elütött egy nagymamát és unokáját. A balesetben mindketten meghaltak. A környék lakói azóta, vagyis 1,5 éve követelték, hogy lámpával védjék itt a gyalogosokat. Ahol nincs lámpa, csak zebra, januártól ott is lassítaniuk kell az autósoknak. Ez az egyik KRESZ módosítás, amelyet a kormány elfogadott. Jó néhány új szabály a kerékpárosoknak kedvez. Például az, hogy biciklivel be lehet majd hajtani forgalommal szemben is az egyirányú utcába, de csak ott, ahol ezt a tábla is jelzi. Nem teljesült sem az autósok, sem a biciklisták minden kérése az új szabályozásban. Motorral ugye a jövőre már lehet buszsávban menni, kerékpárral továbbra sem. Kocsival pedig a jövőben sem lehet autópályán 130-nál gyorsabban hajtani. Halált okozó gondatlan veszélyeztetés helyett emberölésért ítélhetik el Geréb Ágnest, az otthonszülést népszerűsítő orvosnőt. A szülész perében kirendelt orvosszakértők megállapították, hogy Geréb Ágnes 2007. szeptemberében egy otthonszülés közben fellépő komplikációnál olyan műfogást alkalmazott, amelyről tudnia kellett, hogy az újszülött halálához vezethet. A szakértői vélemény alapján a Pesti Központi Kerületi Bíróság úgy ítélte meg, hogy Geréb Ágnes cselekménye a vádiratban szereplő halált okozó gondatlan veszélyeztetésnél súlyosabban is minősíthető, ezért az ügyet áttette az emberölés elbírálásában hatáskörre rendelkező fővárosi bíróságra. Adathordozókat, számítógépet és mobiltelefonokat foglalt le a német rendőrség, miután házkutatást tartott az európai bunda botrány egyik gyanúsítottjánál. A hatóságok szerint a 21 éves férfi egy harmadosztályú labdarúgó mérkőzést akart manipulálni. Kínában eközben 16 embert tartóztattak le, ők a gyanú szerint az első osztályú nemzeti bajnokság összecsapásait igyekeztek manipulálni. Tűzvész miatt több mint 300 embert kitelepítettek London déli részén. Egy építkezésen csaptak fel a lángok, majd átterjedtek több sorházra, amelyek porig égtek. Eddig 4 embert vittek kórházba, egyelőre nem tudni, hogy mi okozta a tüzet. Röviden az itthoni időjárásról. Éjszaka főleg északon eshet eső, a levegő 0 fokig hűl le.
Holnap északon többfelé, másutt elszórtan várható eső, a hőmérséklet 8 és 13 fok között alakul. Most regionális hírekkel folytatjuk, híradó legközelebb 7:30-kor lesz. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!